Visszatérünk Szoboszlóra. Hosszú idő után ismét kiállítás megnyitót szerveztek a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiállító termében. A Műterem a téren, avagy Műterem a téren című kiállítást Tamus István grafikus művész nyitotta meg szerda este. A tárlaton 11 kortárs magyar festőművész alkotásait tekintheti meg a közönség augusztus 8-áig. Az ország legnevesebb gyógyfürdővárosában készültek el azok az alkotások, amelyeket július 4-én és 5-én a Hungaroszpa főbejáratánál állítottak ki, ahol az egész teret a víz jelenléte illata hatotta át. Az ott elkészült alkotásokból július 15-én ismét kiállítás nyílt a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiállító termében. A kiállító művészek, hölgyek, urak vegyesen, egészen a fiatal korosztálytól, a középgeneráción át a tapasztalt idősebb művészekig nagyon színes palettán különböző stílusban alkottak. A Műterem a téren, avagy Műterem a téren című kiállítást a Trio Consort műsorával vette kezdetét. Ezt követően Berényiné Szila Ilona, az intézmény igazgatója, és Majoros László köszöntötte a vendégeket. Egy új kezdeményezésnek a záró akkordján vagyunk ma itt, hiszen július 4-én egy új, és eddig még Szoboszlón nem volt eseménynek lehetnek azok tanulni, akik kilátogattak a strandfürdő előtti parkba. 11 festő részvételével szójátékot követve műteremet a strand előtt, hiszen a Műterem a téren, vagy Műterem a téren címmel Majoros László, nem is tudom, Laci, hogy mutassam, mert műhűt, kiállítás rendező, művészet szerető, hajdúszoboszlói lokálpatrióta kezdeményezésére gyűltek össze akkor a festők, és egy szabadtéri festészeten vehettünk részt. Tiszteletben szeretettel köszönöm, kérdés. Igazgató azt, hogy néhány szót mondott rólam, valójában egy hosszú idő után képzelni művészet területén hozunk, galériát igazgattam, és stúdiumi jövőben újra fogom most ezt a galériát igazgatni Debrecenben. Ennek kapcsán nagyon sok barátságom kötődött 10 pár év alatt ilyen szép számmal jó művészekkel, ami a barátság arra igazán jó és látható, hogy valóban működő barátság, és sikerült őket megnyerni egy ilyen történetbe. Ez nem egy egyszerű buszakvány, ami összeg szempontjából ezt azért elmondom önöknek. Általában ez egy elvonult, egy nyugalmat és műtelmi csendet igénylő feladat festeni, mint amilyen általában így szokták még, hogyha kivonulnak a természetbe, akkor is egyedül. De nem jellemző, hogy kiállnak az ötszerre és mutatják azt, amit tudnak, és esetleg uram, bocsánat, a kérdéseket is meg kell, hogy tudjanak válaszolni, mert hogy ilyet én is tudok festeni, szokták sokan mondani. Akik ilyesmivel életükben nem foglalkoztak, azok valóban nem vannak ilyet, különben mindenki tudja, hogy ezek olyan alkotások, amelyeket azért én azt mondom bátran, hogy ő rajtuk kívül bármelyik ők sem, és senki más a világon nem tudni elkövetni. A kiállítást Tamus István grafikus művész nyitotta meg. Ez a plenér festés, amit itt most megoldottunk, Majoros László és a testvére, aki most jelenleg Petronell a parkolgármester, közelműködésével létrejött ez a szabadban való festés. Kár, hogy nem 12 művész lett, 11 volt, de 12, olyan Madin írta, hogy 12-en összevonultak. Na de nem a kocsmában, hanem úgy a művészet területén hangoztatták az ő teljesítményüket. Mi akkor jöttünk össze teljesen véletlenül, nem ismerve egymást, néhányan nyilván, akik Debrecenből jöttek, ismerik egymást. Zsoltit nem ismertük, sokakról nem hallottunk, talán hibánk is, de ez a 11 ember arra néhány órára
talán nem is volt 24 óra, az összetartozást tudott a szimbóluma, hiszen egy rögtön megismertük egymást, barátkoztunk egy közös vacsora vagy egy esti szeánszakra, művészek bemutatkoztak. Közben egész nap a festés folyt, Zsolti rengeteg dokumentumot készített, majd elkövetkezett az az időszak, amikor... Ja, és azt még el szerettem volna mondani, hogy nálunk nem jellemző ez a kinti festés. Lengyeleknél az erdélyi festők, ahol Gál András, Márta nálam, akikkel valamikor részletem egy művészteleten, fölmentek a kárpátai hegyekre, és akkor, ahogy ment a nap, úgy fordultak, és este 6 órakor megjöttek, és gyönyörű szép pasztereket festettek így a táj jelentére. A lengyeleknél is nagyon divat a kinti festés. Magyarországon nem annyira divat. Azt hiszem, Félegyházi Lasszabács egyszer kiment a nagy templomot festeni, és egy nagyon izgalmas sárga folytó kékeket feldobott, és olyan csúnyán is elkezdtek az emberek, lehet, hogy ez megmarad bennem, megjegyzéseket fűztek, de hát ez bele tartozik abban kéne, hogy valaki az utcán fest, hogy ott lesznek emberek, akik tetszésüket nyilvánítják, hogy így, hogy úgy tessenek gondolni azokra a kommentekre, amelyek ocsmány kifejezésektől a szépségen át a közönségi mindent meg lehet tapasztalni, hát ilyen világ következett el, ezt sajnos viselnünk kell. A gyerekeinket kell felnevelni, vannak táboros gyerekeink, most éppen egy táborból jövünk, különböző korosztály, mint hogy itt vagyunk, és egy közös van bennük, őket az összetartozás a telefon tartja össze. Igen, tehát ha a telefon elromlik, nem is az a drága telefon, hanem hogy nincs a kezében, nem tudja nézni. Lehet nagyon jól online-ként is lehet használni, hiszen vannak olyan gyerekek, akik gyorsan csinálnak PowerPoint-os dolgokat, és azt megosztják a többiekkel, hogy meg kellene osztani, és akkor így készül a művtörténeti felkészülés. Néhány gyerek megcsinálja, add körbe, hiszen nem kell nekik bemenni a könyvtárba, órákig keresgélni a könyvtárost, míg elérvesz három könyvet, majd mind visszatállni. Ez mind megvan. Ez egy csodálatos a számítógép, az internet segítségére sokkal. Most beszéljek arról a társaságról, akik 11-en összeborultak erre, azért a 12-en, és a ülési ház, a város, a szószói strand ebben nagyon nagy szerepet vállalt, hiszen az utóélete a művésztelep, a legnagyobb művésztelepnek, az utóélete a fülkön, a strandon történtésében is kedvezményeket kaptunk a várostól. Igazgató asszony pedig végig nézte a jelenetet, végig figyelte, akkor részleteket figyelte, hogy mi hova kerüljön, és akkor merül fel ennek a kiállítások gondolata, még az este folyamán. Oda szabad Laci, hogy mi lenne, hogyha kiállítanánk, és mondtam, hogy ez teljesen természetes. És hogy bejöttem, azt láttam, hogy csodálatosan kitölti a teret. A 11-ben, amikor Soma végig ment, és egy ilyen interjút készített az emberekkel. Én a 11. voltam, tehát szerencsés helyzetben voltam, hogy mindenki végig hallgattam. És az volt az érzésem, hogy minden egyes embernek az élete egyfajta tragédia. Egyfajta történet, amit meg lehetne írni saját maguknak, illetve filmben elkészíteni. A megnyitót követően Vári Zsolt és Csorján Melitta festőművészek munkásságukról és a kiállított képeikről beszéltek. A tagi Józsákhoz onnan jött, hogy nagyon szerettem a impresszionizmust, és onnan jött, és sokáig csak gyakoroltam, hogy hogyan kell a tagi Józsát elkészíteni, festeni, és hát végre rétben érkezett az, hogy már végre tudok most már Tavi Rózsát is festeni, és szeretnék egy olyan kiállítást legközelebb, ahol sok Tavi Rózsa van. Kimaradt néhány gondolat, amit nem fűztem hozzá akkor, amit elmondtam az új képemről, amit kint a strand előtt festettem. Azt mondtam el, amiről a kép szól, viszont nem tettem azt hozzá, hogy a három fiúgyermekem, akiket én megszültem, ők engem nagyon-nagyon boldoggá tesznek. Tehát semmiféle elégedetlenség nem lehet bennem az iránt, hogy a negyedik gyermekem nem születhetett meg. Tehát annak örülök, ami van, és ebből építkezek, ebből merítek újra és újra erőt. És
Én velük nagyon boldog vagyok, és ugyanúgy a párommal is. Talán ezt is sugározza ez a kép, ha még annyira szomorú is, mert egy olyan esemény dolgoz fel, ami számomra lelki megtörést, vagy egy kicsit rossz érzéseket jelentett, de úgy érzem, és ezt akkor Somának is elmondtam a mikrofon, hogy én ezt most azzal, hogy megfestettem, el is engedtem. A Műterem a téren, avagy Műterem a téren című kiállítás megtekinthető 2020. augusztus 8-áig az intézmény nyitvatartási idejében.